Sziasztok, ez a Movie Geeks 97. alkalommal jelentkezünk. Én Benni vagyok, ezúttal pedig Bokival és Nikivel beszélgetek. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Mielőtt elkezdenénk a filmekről beszélni, egy kicsit hírezzünk. Hát kijött a nagyon várt Dűnének az előzetese. Boki, nézted? Hogy tetszik? Igen, én már nagyon várom. Jó, persze nyilván sokan megszólták, hogy jaj, az nem ilyen volt, jaj, mit tudom én, de én ugye imádtam a régi Dűnt is, és ezt is nagyon várom. Én nagyon bízok benne. Nekem, én úgy voltam persze, vele... Bocs, tehát, hogy azért annyit még nem mutattak, hogy akár felmagasztaljam, vagy lefikázzam, tehát ez még csak ilyen kevcsinál volt, hogy júj, még mindig várom. Na igen, azt akartam pont mondani, hogy úgy voltam ezzel az előzetesen, hogy ez nem mutat semmit, ez annyira nem tetszik, és akkor a végén az a kibaszott nagy féreg, amikor ott megjelenik, úgy voltam, oké, ez jó. Úgyhogy egyébként Magyarországon forgatják, vagy forgatták a filmet, úgyhogy van egy kis hazai vonatkozása is az egésznek. Viszont a másik hírünk, hogy elhalasztotta a Warner két filmjének a bemutatóját. December 25-ére került Wonder Woman, illetve a Candyman is decemberre került. Hát ott karácsony környékén most már nem is tudom, hogy hány film van, de hogyha itt minden filmet meg akarsz nézni, akkor szerintem egy egész napot moziba töltesz. Tehát, ha jól tudom, ott van a Top Gun, ott van a Wonder Woman, meg ahogy néztem múltkor, még 3-4 film. Tehát így... Star Wars-ot nem látok decemberben. Hála Istennek. Szar filmeket legalább nem kell nézni decemberben. Nem tudod, hogy most már csak jönne egy jó, a nagy számok törvénye alapján. Karácsonyt moziba töltitek? Hát ezek szerint igen. Nagyon úgy néz ki. Nem. Nekem van életem, én nem. Ja, bocs. Igen, töltött káposzta vonzóbb alternatíva. Hát én, az abálás is az élet része. Vagy úgy mész el karácsonyozni a moziba, hogy viszed magaddal a töltött káposztát, a linzert, meg a mirenda szeretet, és jó napot, én itt el leszek. Na, de beszéljünk szomorúbb dolgokról. Az akadémiánál úgy tűnik, hogy megőrültek, tehát így... Nem szomorú, tök vicces. Brutál szabályokat hoztak ki, és hogy ezentúl milyen filmeket lehet Oscar-díjra jelölni, arról beszéljünk egy kicsit. Tehát legalább egy főszereplőnek, vagy fontosabb mellékszereplőnek valamilyen faji vagy etnikai kisebbségből kell származnia. A mellék és kisebb szerepek 30%-át valamelyik két alul reprezentált csoportból kell betölteni. Alul reprezentált kisebbségnek írják a nőket, a faji vagy az etnikai csoportokat, az LMBTQ embereket, valamint a fogyatékkal élő személyeket. A történetnek vagy a központi témának egy alul reprezentált kisebbségek egyikéről kell szólnia. A stábtagoknál a legfontosabb feladatköröket ezek közül, tehát rendező, forgatókönyvíró, vágó, operatőr, zeneszerző, producer, díszlettervező, ezek közül minimum kettőt alul reprezentált kisebbségből kell betölteni, egyet pedig faji vagy etnikai kisebbségből. 6 egyéb pozíció stábtagjának valamelyik faji etnikai kisebbségből kell származnia, kivétel a produkciós asszisztenst. Ezt mondjuk nem értem, hogy miért. Na mindegy. És a stábnak minimum 30%-ának alul reprezentált csoportokból kell kijönnie, tehát ahogyan itt is felsoroltam, faji vagy etnikai kisebbség, nők vagy LMBTQ embereknek kell lenniük. És eleinte nagyon kiakadtunk ezekre a szabályokra, hogy hát nincs olyan film, ami ezeket a szabályokat be tudná tartani, de hál' Istennek azért itt így jöttek ki a különböző híroldalakon a megerősítések, hogy félreérthető volt az Oscar, vagyis az akadémia, tehát nem az összes szabályt kell betölteni, mert akkor tényleg nem lenne film, ami ennek megfelelne, hanem ezek közül legalább kettőnek. Tehát, hogyha a stáb 30%-a alul reprezentált csoportból jön, és mondjuk legalább egy főszereplő vagy mellékszereplő valami etnikai kisebbségből származik, akkor már megfelelt a film, és ahogyan olvasom egyébként a véleménycikkeket, annyira nem nehéz ennek itt így megfelelni, és legalábbis az összes film, ami az utóbbi években oda került az akadémia elé, azok mind megfeleltek ennek a bonyolult kritériumoknak. Tehát a lényeg az, hogy a 4 kategóriából kettőnek teljesülnie kell. Tehát ez 2-3 módon is megtehetik ezt. Bocs. Tehát azt mondod, hogy ha a stáb 30%-ának alulreprezentatív csoportnak, tehát
azzal leszek elfogadó, hogyha, bocsánat, tényleg elnézést, de hogyha afroamerikaiakkal cipeltetem a világítást meg a... Nem, itt azt írják, hogy a stábtak 30%-a, tehát például azt írják, hogy a sminkesek meg a jelmeztervezők azok tipikusan női szakmák, és nők dolgoznak ott, tehát ezt a lécet ugye pofon egyszerű megugrani, tehát valószínűleg eddig is ugye a stáb 30%-a nő volt pont ezért, mert tényleg sminkes, jelmeztervező, az ő asszisztensek azok általában nők. Tehát a marketingesek és a PR-osok között is bőven találni nőket, úgyhogy ezt azért elég egyszerű megugrani. És ahogyan itt így olvastam ezeket a véleménycikkeket, eléggé könnyen megugrották ezeket a dolgokat. Egyedül az írnek volt itt így nagyon para a castingja, de ott a casting direktor meg a vágó az mexikói volt, és ez így mentette a filmet, úgyhogy azt is lehetett volna jelölni. És az nem is számít, hogy egy jó film volt, de tényleg. Nem. Kit érdekel? De attól függetlenül, hogy egyébként ezeket a szabályokat valószínű könnyű megugrani, és bármilyen film bekerülhet, ez egy borzasztó retard, és idióta, és elképesztően elmebeteg szabályozás, amire szavakat nem tudok, hogy ez mennyire káros. Én nekem ugye egyből, hát amikor beszélgettünk, ugye meg neked is, ha jól emlékszem, egyből azért a történelmi filmek ugrottak be. És már ugye volt próbálkozás a két királynőnél, de hát nem tudom én, bár nem vagyok egy történelem tudományok professzora, de viszonylag kevés afroamerikai skót nemesélt, tehát nem tudom mennyire hiteles ez. Persze ugye tudjuk, hogy a Csernobillal is pont ugyanez volt a baj, hogy miért nem volt mondjuk, nem tudom, Ruscsov néger, tudom is én, de tényleg, tehát most akkor középkori európai filmet nem lehet forgatni mondjuk, mit tudom én, egy vikingekről, most mondtam valamit, vagy tudom is én? Illetve lehet, csak ne reménykedjen az Oscarba. Tehát, meg a másik, ami nekem eszembe jutott, hogy tételezzük fel, hogy mondjuk azt a szabályt tartjuk be, hogy főszereplőnek vagy mellékszereplőnek kell ezekből a csoportból lennie, és akkor nem tudom, én megkapnám így az Oscart, és lehet, hogy mert nyilván akkor jó voltam, és lehet, hogy tényleg én voltam a legjobb, de akkor is bennem lenne az, hogy hát csak azért, mert megfeleltünk ennek, és egyrészt ez mondjuk egy pozitív diszkrimináció, másrészt benne nem lenne azért a tüske, hogy hú, tényleg én voltam a legjobb, vagy csak ezért kaptam meg. Tehát szerintem ez egy degradáló pont azoknak a csoportoknak, akiket védeni akarnak, tehát ez így ezért rohadt gáz. Igen, mert ez semmi más, mint ilyen látszat intézkedés, ami egy kicsikét megmutatja, hogy látjátok, nekünk fontos a diverzitás, látjátok, mi próbálunk mindent elkövetni, de érdemi lépés ez nem jelent. Tehát most azért fognak néhány helyen pluszban nőket, afroamerikaiakat, melegeket, vagy transznemeket alkalmazni, hogy meg tudják ezt a lécet ugrani. Ettől függetlenül nem lesznek ott jó szakemberek, nem lesznek ott jó rendezők, nem lesznek ott jó szín, nézek, egyszerűen azért kerülnek oda, mert hogy ez a szabály. Tehát ez egy szar szabály, hogyha tényleg nem a tehetség miatt kerülhetsz oda, hanem azért, mert te mondjuk fekete vagy, vagy te mondjuk meleg vagy, az most miért is jó? Tehát, vagy fogyatékkal élsz. Igen. Egyszerűen érthetetlen dolgok ezek. És aki ezeket a szabályokat kitalálja, az tényleg borzasztó hülye. És az akadémia folyton próbál kompenzálni. Hát emlékeztek, amikor volt az a nagy balhé, hogy túl fehér az Oscar. Egy évre rá szinte csak ilyen feketékről szóló filmek kerültek oda, csak ilyen fekete történetek az Oscarra, és akkor nyert az a borzasztóan szar Holdfény című film, mert hogy ezzel akartak kompenzálni. Aztán egy évre rájött ez a Me Too mozgalom, és akkor ott úgy folyamatosan azon ment a hűszti, hogy hát mi az, hogy a nőket nem jelölik? Egyszerűen érthetetlen baromságok ezek. Most meg ugye jött a BLM mozgalom, és hát az Oscarnak persze, hogy megint valami látszatintézkedés kellett volna lépnie. Pedig itt pont az lenne a lényeg egyébként, hogy olyan szabályokat hozzanak, hogy jobban tudjanak érvényesülni a feketék, a melegek, etc., etc., etc. És most bármennyire is tényleg nem gondolom, hogy kirekesztő lennék azzal, hogyha azt mondom, hogy én nem látom azt, hogy mondjuk a mostani filmekben mondjuk alul lennének reprezentálva a meleg karakterek. Tehát kurva sok olyan film van, amiben főszereplő, mellékszereplő, fontos szereplő, vagy csak egyébként belerakjuk ezeket a meleg szálakat. Tehát ott van, nem lehet azt mondani, hogy nem. Egyre több fekete rendezőt, női rendezőt látok, tehát így a folyamatok megvannak, működnek. Ez a gerjesztett dolog pedig, amit az akadémia akar, szinte egy borzasztó rossz irány. Én ugyanúgy látom igazából, mint ti, nekem ezzel megint az a legnagyobb problémám, hogy nem arról szól, amiről kéne. Úgyhogy, hát nem tudom.
Az a legszörnyűbb egyébként, hogy ez még csak egy ilyen előfutára lehet annak, hogy miket hozhatnak be. Tehát például Velencébe kitalálták azt, hogy mostantól kirekesztő dolog az, hogy van legjobb férfi és legjobb női főszereplő, mostantól csak legjobb főszereplő van. Szerintetek a következő pár évben hányszor fogja fehér férfi kapni ott a legjobb főszereplőnek járó díjat? Hát most minden rossz akarás nélkül, de mindannyian tudjuk, hogy mi és lenne ez már akkor. Tényleg így lesz? Tényleg így lesz. Velencébe így lesz. Velencében ez már így lesz. Az Oscar-nál meg 2024-től van ez. De még egyszer mondom, hogy ezek a szabályok, ezek ilyen látszat szabályok, mert igen, jól hangzik ez, hogy ezeket elmondták, de ahogy mondtam, ezekből kettőt bárki tud teljesíteni. Nem lesz előrelépés. Na mindegy. Gagyi. Beszéljünk a filmekről, amiket a héten néztünk, és kezdjük egy szuperhős filmmel, amit még a múlt héten néztünk meg. Hát sajnos Peti nincs itt, pedig ővel néztem a moziba. Ez pedig az Új Mutánsok című film. Az utóbbi évek legsanyarúbb sorsú alkotása az Új Mutánsok, ami ugye már 2017-ben elkészült, de csak most lett bemutatva, és rengeteg rossz hír érkezett ennek a filmnek a minőségéről, és őszintén szólva tényleg valami hatalmas katasztrófára számítottam. Ehhez képest szerintem ez a film alapvetően nem rossz annyira. Sőt, igazából vannak erényei, és igazából kevés befektetett munkával szerintem ez egy sokkal jobb film is lehetett volna. És egy ilyen óriási nagy katyvasz ez a film, ami kicsit így minden akar lenni, de kezdjük azzal, ami jó benne, mert azért van, ami jó benne. Tehát nagyon jó karaktereket írtak. A főszereplő csaj, Daniel, egy ilyen családját elvesztett őslakos, aki konkrétan már az indián léte miatt is kiközösített volt a gyerekek között, nem találja önmagát, és is a saját démonaival harcol, ráadásul van egy iszonyat durva képessége is, ami a film végén derül ki, vagyis a közelében megelevenednek a legdurvább félelmeink, a legrosszabb élményeink. Rain egy ultravallásos lány, aki képes farkassá átalakulni, de gyerekkorában azt hitte, hogy egy démon szállta meg, és egy pap is ezt hitte, emiatt pedig egy V betűt, ugye angolul a boszorkány az a witch, és egy V betűt égetett a csaj hátába, aki iszonyatosan magába van fordulva, és ugye meg kellett ölni a papot, hogy túlélje ezt az egészet. Ott van Iliana, aki egy ilyen rohadék tini filmekben látott jó csaj, aki tényleg mindenkit kibeszél, leszól, de amúgy meg egy ilyen végtelenül megtört lány, akit a gyerekkorában szanaszét erőszakolt egy szektányi bűnöző, és van egy ilyen Lockheed nevű bábja, egy ilyen lila repülő dinoszaurusz, és a képessége pedig az, hogy egy ilyen kardot tud létrehozni az akaratával, és képes megeleveníteni Lockheedet. Ő meg kinyír 18 embert, akit ő megerőszakolt. Aki megerőszakolta őt, az ott a 18 embert ő megölte. Aztán ott van Sam, aki egy ilyen rednek bányai munkás, aki meg képes élő ágyugójóvá alakulni, és egyszerűen meg véletlenül megölte a többi bányai munkást, többek között az apját is. Roberto meg egy kőgazdag brazil srác, aki konkrétan egy ilyen Johnny Storm, vagyis képes lángolni, és amikor így átváltozott, akkor meg szénné égette a barátnőjét. És ezek így tök jól megírt mély karakterek, szerintem már abból, hogy itt így elmondtam a történetüket, az látszik, hogy ezek tényleg jó karakterek, és amikor ezek egymással interakcióba kerülnek, az rohadt jól néz ki, és az a film erős. És ők öten bekerülnek egy ilyen intézetbe, mivel nem tudják, hogy a képességeiket rendesen kezelni, és mindannyian megöltek valakit, és addig pedig nem mehetnek el az intézetből, amit egyébként egy ilyen energiagömb véd, amíg nem tanulják meg ezt a képességet kezelni. És az alaplötlet az nagyon jó, csak hogy ez a film, ez, ahogy mondtam, minden akar lenni. Egyfelől ugye ez a film az X-Men Apokalipszis közvetlen folytatása, tehát ugye tovább viszi az ott látott after credit jelenetet, és akkor itt lenne hozzátok egy kérdésem, hogy emlékezik bármelyik őtök, hogy mi volt a 2016-os X-Men Apokalipszis az after credit jelenete? Fú, passz, megfogtam. Ugye? Niki? Nem tudom, fogalmam sincs. Ja nem ott volt. Mire gondolsz? Nem, amikor a leptéren, de az nem az. Nem, nem, nem. Melyik nem. volt? Segítsek kicsit. Na, hát ugye az Essex Corporation itt a főszereplő, vagyis a Mr. Sinister történetét vezeti tovább ez a film, és ugye ott az after credit jelenetben is az Essex Corporation vezették fel az X-Men Apokalipszisbe. Csak hogy eltelt 4 év a film óta, tehát az, hogy most itt így utalásokat látunk, és közvetlenül megjelenik az Essex Corporation, az mondjuk jelent nekem valakit, akinek valamit, aki mondjuk tényleg X-Men képregényeken nőtt fel, és tudom, hogy az Essex Corporation ki, meg az a Mr. Sinister ki, de aki nem ismeri ugye a képregényeket mindén, semmi nem fog leesni, mert nem kapsz kapaszkodót, tehát hiába próbálja bevezetni Mr. Sinister cégét, hogyha egyszerűen nem ad kapaszkodót. Ez csak egy easter egg a képregény fanoknak mindén.
de ez a film a Logan folytatása is, ami meg 2017-ben jött ki, mivel megjelennek azok a mutánsokat kihasználó intézmények, amik abban ott voltak. De most megint csak megkérdezhetném, hogy emlékeztek azokra a jelenetekre, amikor itt így be vannak zárva a kisgyerekek ott a Logannek a két-három jelenetébe? Nyilván keveseknek van meg. De ugyanezek a jelenetek, mint a Loganbe, és tényleg ezek szerint akkor az Essex Corporation volt, aki a Loganbe is tevékenykedett, de még egyszer 100-ból 99 embernek fog ez leesni, hogyha nincs előtte elmondva. Tehát nem fognak beugrani ezek a jelenetek a Loganből is, ami már 3 éve kijött, tehát ez a film két olyan filmnek a folytatása, és közvetlenül utal is rájuk, amik 3 meg 4 éve jöttek ki. Tehát nincs meg már az az inger, amiket mondjuk az a filmek kiváltottak. És most ez a 3 éve szerintem sokkal jobb film lett volna, mint most, így viszont alig fog bárkinek leesni ez az utalásoknak a izéje, hanem találni fognak, hogy jó, és Essex, és akkor az mit jelent? Tehát ráadásul ez a történetszál is befejezetlen maradt, tehát folytatásként szerintem nem állja meg a helyét. És akkor beszéljünk arról, hogy Josh Boone rendezőnek és forgatókönyvírónak meg azt mondták, hogy csináljon egy tinikről szóló, tiniknek szóló tini képregény filmet. És ennek talán a legjobb néha ez a film, de ezt a fajta dolgozzuk fel, hogy szuperhősök vagyunk, és nem tudjuk használni a dolgot, a film közepén elfelejtik, és rohadtul nem akarnak vele már foglalkozni. Pedig tök jól felvezették például a szerelmi szálat, a két kislány, Daniel és Rain között, az ő románcukat, ahogy egymásra találnak, hogy elcsattan az első csok, tehát iszonyat jól meg van csinálva, és sokszor panaszkodunk, hogy igen, beleerőszakolják a filmekbe ezt a meleg szálat, itt olyan szépen és olyan jól vezetik fel ezt, hogy az valami zseniális, és tanítani kéne, hogy ez nem beleerőszakolt, hanem teljesen jól megvan indokolva, hogy ők miért találnak egymásra, teljesen jól megvan mutatva, hogy ez hogy van, és tök jól néz ki, hogy Aria csókolózik egy lányjal. Na de ez csak egy mellékszál. És onnantól viszont ezzel soha többet nem foglalkozunk, hogy igen, eltacsattan a csók, és onnantól kezdve lezártuk az egészet, felejtsük el, nem foglalkozunk vele. És ugye 2017-ben jött ki az, ami hatalmas siker lett, és azt mondták a rendezőnek, hogy jó, legyen benne egy kis horror is. És a film felétől úgy, hogy egy horrorfilmbe vált át ez a film, ráadásul indokolatlanul brutál horrorba. Tehát ilyen Slenderman-szerű emberek vannak a filmben, akik rohadt parák, parábbak, mint a Slenderman film bármely jelenete, és mutatják, ahogy épp kezdenek megerőszakolni egy kislányt. Tehát széttépnek embereket, farkas tép szét egy dokinőt, egy démoni pap próbálja vegzálni a kislányt, démonmedve van a filmben, ami rohadtul véresen és szétcincálja a dokinőt, de a semmiből van ez felvezetve, és szarul néz ki, hogy csak így behozzák és lezavarják durván 4 órában. Tehát be akarták hozni a filmbe a misztikumot is, de az is csak ott hagyják lógva a levegőben, hogy igen, látod, ő egy indián démon medve, aki itt tud segíteni, ne foglalkozz vele. Tehát szarul van megcsinálva az egész film, meg szarul van megcsinálva a környezet is, ez az intézet is, amiben tényleg senki nincs, csak 5 gyerek meg egy orvos. És annyira életszerűtlen, meg annyira az első perctől érzed, hogy hát itt valami nem stimmel, és retardártnak kellene, hogy ezt te ne érezd, hogyha te ott vagy, hogy hát basszú, egy dokinő figyel nyárjunkra. Hogy? Aztán a foglalkozások a dokival is szarok, tehát fogod a fejed, hogy lehet ilyen jeleneteket írni, tehát aki ezt megírta, az soha az életében se pszichiátert, se pszichológust nem látott. A dokinő karaktere rosszul megírt, a színész is szar, ráadásul a film vége is el van szúrva, hogy Danny démonmedvéje támad mindenkire, és próbálják a lányt felébreszteni, hogy megállítsa ezt a démonmedvét. Túltolt, kicsit olyan semmilyen az egész, tehát az új mutánsok egy nem jó film, de én mondjuk rossznak sem mondanám annyira. Tehát a helyzet az, hogy egyáltalán nem raknám fel mondjuk a legrosszabb képregényfilmes listánkra, amit a Bokival megcsináltunk, mert nem annyira rossz. Tehát sokkal, de sokkal rosszabb filmek jöttek ki ennél az elmúlt években. Az tény, hogy nem egy emlékezetes alkotás, aminek baromi sok hibája van, de hogyha mondjuk ez 2017-ben kijön, és közvetlen folytatása tud lenni az X-Men filmeknek, akkor simán talán egy 5-ösnél is jobbat kapott volna. Így egy 5-ös volt nekem. Meghoztam a kedveteket? Meg, abszolút. Én most szívesen megnézném, azt még hadd kérdezzem meg, lehet, hogy nem figyeltem, de hogy nem 2017-ben jött ki? Hát mert újra forgatást rendeltek el a filmnek, mert sokkal, ugye csak ilyen kevés horror jelenetet pakoltak vele, de mintha az nagyon nagy siker lett, azt mondták, hogy fú, hát ez tök jó irány, csináljuk meg horrorosabbra. És elrendelték ezeket a pótforgatásokat, de elkezdett tárgyalni a Disney a Fox-szal, és ezért leállították a pótforgatásokat, aztán megvette a Disney a Fox-ot, a Disney megnézte, és azt mondta, hogy hát ezt így nem mutatjuk be, mégis akkor legyenek pótforgatások, de akkor utána közben jöttek ilyen pénzügyi dolgok, és azt mondták, hogy oké, ne legyen pótforgatás, de vágjuk a filmet, újra vágták a filmet,
akkora be akarták mutatni, de jött a koronavírus, és akkor végül is így került ez 3 évvel később a mozikba. Tehát ez tényleg 2017-ben kellett volna bekerülnie, és sokkal jobb lett volna szerintem az utolsó X-Men film is, hogyha ezt az Essex Corporation meg Mr. Sinister szállat akarta volna továbbvinni, és nem pedig valakinek az a zseniális ötlete támad, hogy jó, söpörjük le ezt az egészet, ne csináljuk meg a lezárását ennek a történetnek, hanem csináljuk meg a Dark Phoenix-et, mert az sokkal jobb lesz. Hát nem. Na de folytassuk egy másik szuperhős filmmel, mégpedig egy másik animációs szuperhős filmmel. Ugye megszokhattátok, hogyha a DC kihoz egy animációs filmet, azt Boki megnézi és véleményezi nekünk, hogy tetszett a Superman, Man of Tomorrow. Hú, egyből kérdezek egyet, hogyha jól tudom, ez a hatalmas háború utáni Flashpoint, tehát Flash visszament az időbe, és tehát folytatja onnan, igaz? Vagy ez egy teljesen új? Ez szerintem egy teljesen új, egy teljesen új eredet akkor története. Akkor nem tudunk megegyezni. Jó, igazából egyébként lényegtelen hozzáteszem, csak kíváncsi voltam, megmondom őszintén, mert én úgy tudom, de akkor ennek jobban utána kell néznem sajnos. Ja, utána kell olvasni, de én úgy tudom, hogy új, de lehet, hogy egyébként ez már a Flashnek a dolga, de... Én iszonyatosan vártam egyébként, ezt emlékszel rá, hogy miért? Miért? Lobó miatt. Ja, Lobó, tényleg. Imádom Lobót. És hát legyünk őszinték, nem nagyon kapunk sokat belőle, tehát annak idején a Justice League animációsba szerepelt egyszer, és talán ennyiszer találkoztam vele, pedig egy zseniális karakter, jó, hát nem ugye, nem egy 12 karikás DC rajzfilmhez. Ugye lényegében majdnem, hogy elejéről kezdi a Superman sorozatot, hála jó Istennek nem nagyon látjuk megint azt, hogy elpusztul a Krypton, megjelenik a Kent családnál, stb. És ezt nem azért mondom, mert nem szeretem nézni, csak már annyiszor néztük, hogy valószínű már unalmas lett volna, de ez teljesen jól egy ilyen átvezető képsorral megoldja, tehát azzal nincs probléma. A grafika az nekem nagyon bejött, ez az a régies típusú, vagy ez egy hülyen kihangzott, ez a régi típusú, olyan, mintha meg lenne rajzolva, és a történet viszont nem tudom, tehát lehet, hogy azért, mert elfogult vagyok Lobóval kapcsolatban, nem tudom, tehát néha úgy éreztem, mintha lehet, hogy hülyen hangzik, de mintha nem lenne lelke a sorozatnak, mert hogy mi is a helyzet, ugye, ahogy alapból ezt felépíti, ezt az egészet, az nekem bejött, tehát Clark Kent itt csak egy kávésfiú, nem egy újságíró, a Lois Lane az egy, hát a profi riporter személyisége az megmarad, de ennél kapott egy kicsit másik fajta személyiséget is, tehát nem nagyon hasonlít az eredeti Superman Lois Lane-jére, nekem amúgy ezzel nem volt problémám. A Daily Planet főszerkesztője, a Perry, az egy teljesen más karaktert kapott, tehát azért vannak szereplők, akik változtak. De alapvetően, hála jó Istennek, nem piszkáltak bele Superman, vagy akár a más Manhunternek a személyiségébe, tehát nem akarták így fejtetőre fordítani az egészet, ez is pozitív. Viszont a történetnél nem tudom, tehát így megindul Lobó, és hogy tök jó, és minden, aztán jön egy parazitás szál, aztán jön egy lutoros szál, nem tudom, szerintem azért, és lehet, hogy csúnyán az idején semmi is volt a vége fele már, tehát lehet, hogy azért, mert sokat markolt, és keveset fogott. És egyesével talán mindegyiket élveztem volna, mert mindegyiket élveztem, még egyszer legjobban a Lobót, de ez abszolút az elfogultságom, de így, minthogyha ilyen, nem tudom, lelketlen lett volna, tehát aranyos volt, kedves volt, elnézegettem, jól el voltam rajta, a visszafogott, Lobó visszafogott káromkodásán kedvesen megmosolyogtam, a grafikán elgyönyörködtem, tetszettek ezek a megoldások, hogy ahogy Superman belép a légkörbe egy hétköznapi ruhába, az leég róla, és ott áll több pucéron, vagy hogy a köpenye az lerepül róla, mert hát nagy a sebesség. Tehát ezek a kis apróságok nagyon bejöttek, és tényleg ezeket nem is láthattuk eddig, de nem tudom, tehát szerintem sokat markolt, keveset fogott. Főgonosz eleinte azt gondolnánk, hogy Lex Luthor, de őt elég hamar lekapcsolja Lois Lane. Aztán utána megjelenik Lobó, őt meg lekapcsolja Superman és a Martian, pedig az egy iszonyat bedesz küzdelem volt. Ja, egyébként azt kiemelném, az rohadtul bejött.
De aztán hirtelen megjelenik egy parazita, aztán megint egy lobó, aztán megint egy Lex Luthor, aztán megint egy parazita, és így ugrálunk össze-vissza, és nem tudom, tehát sokszor láttunk már ilyet, hogy ha nem tudta eldönteni a film, hogy most akkor kinek szurkolok, ki a főgonosz, jó, aztán persze lobóval a végén összeállnak, és így ennyi. Egyébként, milyen volt Lex Luthor? Lex, na, így, nagyon jó, hogy említetted. Nem tudtam eldönteni, hogy mi az, ami nagyon zavar itt a negatív szereplők szálán. Ugye én azt nagyon sokszor említettem, hogy egyszerűen imádom Lex Luthort, mert a nulla szuperképesség, de zseniális intellektusával ő egy atyaúristen a DC világába, és ez nekem iszonyatosan bejön, de itt nem tudom, talán két jelenete volt, de az is kb. Úgy tűnt, hogy ja igen, jó, ez gyorsan megoldotta, csak hogy megmutassuk, hogy ő tényleg okos. Tehát az elején egy tök amatőr húzással őt elkapja a rendőrség, tehát így két perc alatt. Jaj, már itt így az elején belőle egy ilyen bűnöző lesz. Egyből az elején, igen. Hát és nem is nagyon értem, hogy miért, tehát a Lois Lane mutat egy felvételt, és a rendőrök elviszik. És akkor így ártatlanság védelme, tehát hogy egyáltalán kinyomozza, igen, persze bűncselekmény, mert sőt, az volt, hogy a telefonba, tehát a Lois Lane kiszedte belőle, és fölvette a hanganyagot, hogy valami ilyesmi volt, ha jól emlékszem, megmondom őszintén, nem nagyon fogott meg, hogy elmondta a Lois Lane-nek, akivel együtt pesgőzött, hogy ja, az elnök a tenyeremből eszik, én juttattam hatalomra, megmondtam neki, hogy támogassa ezt a projektet. És akkor ez korrupció. És ez nyilván korrupció, de ez kb. Hogy ja, amúgy lefizettem a mit tudom én kicsodát. Jó, és mi van, hogyha most csak nagy képűzök? Tehát mi van, hogyha csak Lex Luthor meg akarta fektetni Lois Lane-t, és bealcoskodta neki, hogy az elnök a tenyeremből eszik. Nem ez így? És már rendőrök el is vitték. Hát jó, csak, hogy ez egy mese nyilván. Persze egyértelmű, csak Lex Luthor az, hogy hello, sziasztok, és akkor kioszt két mondatot a rendőrök, akik megfordulnak, és sírva elmennek. Tehát ez lett volna ennek a mesének a lényege. És egyébként azt hozzáteszem, de mondom, ez megint csak az elfogultságom, hogy nekem Lobó tetszett a legjobban, és ezért, tehát a parazita karakter az iszonyat jól meg volt csinálva, és érdekes volt, és nem lett volna rossz, de én Lobót akartam látni. Nem volt egy kicsit túlpakolva ez a film ennyi ellenlábassal, a főgonosszal? De, ezt mondom, ugye, hogy sokat markolt, keveset fogott. Egyébként nem tudtam és nem tudok elszakadni a Lobószálltól, nem tudtam elgondolni, hogy oldják meg, hogy ő belőle egy ilyen full badass csináljanak, egy 12 karikásnál, amiben nem mondhat mindig káromkodást, de itt rohadt jól megcsinálták. Olyan beszólásai vannak, brutális, de tényleg, hogy tudjátok, hogy miért ti vagytok az utolsók? Miért? Mert megöltem mindenki mást. Micsoda? Csak szopattalak titeket! Látotok kellett volna az arcotokat! Kurva jó szövege van! De zseniális! Akkora szöveget nyomat, és nem értem, tehát egy olyan zseniális karakter volt, ugye nem egy full gonosz karakter, ugye? Tehát egy fejvadász lényegében, hát megfizették jól. És nem, tehát hagyták, és nem tudom miért. Jó, mondom, tehát, hogy itt megmondom őszintén az én véleményem szerintem, hogy nézzétek-e meg, ne nézzétek meg, az azért nem releváns, mert mondom, én egy Lobót akartam, és kaptam, de telhetetlen vagyok, sajnos nem eleget. Tehát én sokkal tovább néztem volna inkább őt. Végül is, mondd. Jó, persze, igen, tehát, hogy valószínű, azt is megértem, hogy nem lehet vele telepakolni, tehát ő egy, pont azért, mert nem egy echte gonosz karakter, ő nem lehet a fő gonosz, tehát én ezt is megértem, csak egy picit azért, na, tehát, ja. Nálam ez egy 6 körüli, tehát megmondom őszintén. Szórakoztam rajta, csak nem azt kaptam, amit vártam, elnézegettem volna még, csak kicsit túlpakolt volt. Mondom, tehát ez a karakterújítások, meg újragondolások, ezek bejöttek abszolút. Meg volt egy-kettő nagyon zseniális jelenet, meg nagyon creepy jelenet, nagyon jól elgondolt jelenet, tehát amikor Superman közelében mindig ott egy ilyen kb. Ilyen CIA ügynök típusú ember, és jó, persze már az egyből az első másodpercben lehetett tudni, hogy ő a Martian Manhunter, tehát így ezt le lehetett egyből vágni, de az is tök jól volt, hogy ott van, és néz, és hogy követi őt, és Clark Kentként is követi, tehát ez is tök jól meg volt csinálva. Vagy amikor a parazita elszívja a Clark Kent elejét, és
utána gyengélkedik, és megtapasztal, milyen egyszerű halandónak lenni. Vagy amikor rájön, hogy a napból hogyan nyeri az előt, és az mennyire egy újdonság, és mennyire nagyszerű érzés neki. Tehát ezek az apróságok nagyon jók. Tehát a pici részek azok iszonyatosan jól ellettek szerintem találva, de a nagy egésszel volt a baj. Tehát ez olyan, mint hogy a mellékküldetések azok tök izgalmasak, de a játék főküldetése az gagyi. Az úgy meg nem olyan jó. Na, hát a mese után folytassuk egy thrillerrel, aminek a főszereplője a dagat Russell Crowe. Ez az én szövegem. Ez pedig a T-Boy, aminek az előzetesét látva szerintem nagyon-nagyon vártuk ezt a filmet, mert valami iszonyatosra jól nézett ki, szerintem mindannyian elszörnyölködtünk azon, hogy itt egy színész, aki 2000-ben még eljátszott a Maximust, a kigyúrt gladiátort, most pedig igazából jelmez nélkül tudná hozni Jabbát. Tehát nagyon brutál. Ez test szégyenítés, szégyeld magad. Oké, de na, hát ilyetetlen. Tehát amikor arról beszélünk, hogy valaki elhízott, akkor beszéljünk Russell Crowe-ról, nagyon, nagyon kemény. Én azt hittem egyébként, hogy ennek a Fox vezérnek a szerepét ő így maszkba, meg elmaszkírozva játszotta. Hát kurvára nem kellett szegénytemet elmaszkírozni, mert tényleg iszonyatos, hogy néz ki Russell Crowe. Tehát nagyon durva. Tehát mindenképpen erről azért beszélnünk kellett egy kicsit, de ettől függetlenül meg Russell Crowe egy kurva jó színész, aki zseniálisan alakít genyó karaktereket. Ebben a filmben a dagat Russell Crowe egyszerűen zseniális. Tehát Russell Crowe minden pillanata aranyat ér. Tehát egy jutalomjáték. Ezt az elmebeteg rohadék karaktert, aki megölte a film legelején a volt nejét és az új pasiát, most meg akar leckésztetni valakit, akinek semmi más hibája nem volt, csak durván rádudált. Hát ez valami elképesztően jó karakter. Tehát zseniális minden pillanata. Csak hogy teszi ezt egy bűnszar filmben. Hiába zseniális Russell Crowe, aki valami elképesztő és tényleg hidegrázós alakítást nyújt, ez a film egy botrányosan szar film, amit nem győzök elégszer megrugdalni, mivel képes volt zárójelbe tenni Russell Crowe fantasztikus alakítását. De hogy mégis mi a baj ezzel a filmmel? Ostoba, buta, botrányosan hülye, tehát tényleg fogták az összes hülye közhelyet, ami minden, még egyszer, minden filmben benne van, és azt belepakolták ebbe a filmbe. Tehát Karen Pistorius karaktere Rachel a filmtörténet legéletképtelenebb karaktere, aki tényleg kéri, hogy megöljék, bazd meg. Tehát olyan jelenetek vannak ebbe a filmbe, hogy konkrétan sírva röhögtünk a moziban. Egy barátommal néztük, és tényleg a végén már mind a ketten ott, tehát sírva röhögtünk. Tehát kezdve azzal, hogy az egész álmokfutást rövidre zárhatná ez a baromnő egy gyors telefonhívással a rendőrségnek, és azzal, hogy azonnal a rendőrségre megy. Amikor a tesóját megmenti egy rendőr, és lelövi Russell Crowe-t, válba lövi, aki miután elmenekül felhívja, és fenyegeti tovább a fiához, hogy meg fogja ölni, akkor igazából mit csinál ez a nő? Összetöri a telefont. És utána meg odafordul a fiához, hogy júj, meneküljünk, el kell jutnunk a rendőrségre, valakinek szólnunk kell, de mégis hogyan jelezzünk? Mondjuk a telefonnal, amit összetörtél fél perccel ezelőtt, te barom. Tehát, vagy amikor az autópályán meglátják Russell Crowe kocsiját, ahogy egy rendőrautó mögött haladva őket keresi. Tehát bármit tehetne, visszafordul, megfordul, lehajt jobbra, lehajt balra, megáll, akármi. Erre elhangzik az a mondat egy rikító vörös autóban, amit Russell Crowe már látott, és most keres is, hogy figyelj fiam, elhajtok a kocsi mellett, nézz előre meretten, hát ha akkor nem vesz észre. Tehát hallottam, ahogy a nézőtéren mindenki a homlokára csap. Tehát akkora facepalm volt, hogy az valami félelmetes. Szerinted? Na-na! Tehát azt hittem működik. Elkezdi üldözni őket Russell Crowe kocsival, és ekkor is felhangzik az a mondat, hogy hova menjünk? A rendőrségre? Ne, ne, ne. Akkor hova? A katonaságra? Vagy bármilyen fegyveres szervhez? Nem, menjünk anya lakásához. Lerázzák Russell Crowe-t, oda mennek a lakáshoz, ahol ott áll egy fekete kocsi, aminek megvan a kulcsa, beszállhatnának, elhajthatnának nyugodtan a kocsival, amit Russell Crowe sose látott, tehát elhajthatnának a rendőrségre, irány a zsaruk, végre megtalálják és lelövik Crowe-t, és ennyi a film. Nem. Kitalálják, hogy csapdába csalják, és belehajtanak Crowe kocsiába azzal a fekete autóval. Tehát felborul a Crowe-nak a kocsija, azonnal oda siet a csaj egy golfütővel, hogy ma jól most megverem, addigra Russell Crowe eltűnt a kocsiból, nem látni sehol, tehát 5 másodperc alatt elbújt, aztán 2 másodperc múlva már hátulról ráugrik a csajra és elkapja. Tehát basszus, tud teleportálni ebben a filmben Russell Crowe? Tehát a másik dolog.
a kisgyereket a csaj bárhova elrejthetni. Tehát a szomszédhoz, az utca végén, egy random fára az utcán, egy másik házba, bárhol bazd meg, ahol élete végéig nem találja meg Russell Crowe. A nagy ötlet, hogy a kis csávó bújjon el a házban, ami elé leparkolták a vörös kocsit, amit Russell Crowe keres. Menjen be a lakásba, bújjon el egy lukba, aminek egy bejárata van, és nem lehet elmenekülni, hogyha odaérkezel, de ez az egy hely tele van csörömpölő dolgokkal. Vajon el fognak dőlni, amikor Crowe keresi őket? Na, el fognak? Na, bazd meg, mert ez egy nagyon hülye film. Tehát tele van ilyen retardált jelenetekkel. Minden egyes percben. És most tényleg azt hiszitek, hogy túlzok, de nem. Minden ilyen életképtelen jelenetekkel van tele. Olyan fasságokkal, hogy ember nem reagálna ilyen helyzetben így. Tehát nulla életösztön, nulla realitás, teljes elmebetegség. Egy szar színésznővel, Karen Pistoriusszal, borzasztó, hogy egy ilyen jó alapötletet, egy ilyen remek színészt, aki tényleg ilyen fantasztikus alakítást nyújt, egy ilyen szar és nézhetetlen filmbe pazarolják el. Tehát ez a film egy Russell Crowe-ra van az azonnal DVD polctól. Nézhetetlen. Élvezhetetlen. Tehát amikor kijöttem, akkor egy ilyen kettest adtam, de tényleg Russell Crowe alakítása meg annyira jó, hogy mondom, basszus, adok egy plusz pontot, mert ennyire nem akarom lehúzni, mert tényleg borzasztóan jó volt Russell Crowe, és miatta tudom ajánlani, hogy nézzétek meg, mert ő meg rohadt jó, és tényleg vétek nem látni ezt. A dagat Russell Crowe zseniális, nagyon para, csak hát ez a film, ez nagyon szar. Úgyhogy egy hármas. Kérdés? Akkor is megnézem. Látni akarom Russell Crowe-t. Őt mindenképp mondom, ő zseniális, ő nagyon jó. Te szégyenítő, most csak azért, mert te vékony vagy. Beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a diverzitás a filmekben. Most beszéljünk egy filmben, ami képtelen volt a diverzitást meghonosítani. Csak ugyanolyan fajú színészek szerepelnek benne, ami szerintem borzasztóan felháborító. Beszéljünk a Mulánról, ahol nincsenek meleg karakterek, sehol egy afroamerikai. Szörnyű, szörnyű. Vágod, hogy két film alatt két poénomat loptad el, te szemétláda. Komolyan mondom, úgy ül. Én veled többet filmek közt nem fogok beszélgetni. Elnézte a francba. Jó, mondok egy más felvezetést, tehát a Disney tovább folytatja az élőszereplős filmjeinek meggyalázását. Itt a Mulán! Hazugság! Niki, örd meg a Benit! Mármint szavaiddal. Mielőtt elkezdenénk beszélni a filmről, mesélj nekünk, Niki, akkor végül is te ezt nem moziban nézted, hanem megvetted magadnak Disney Plus-ra, igaz? Szóval moziba is megnézted, igen. És meg is vetted. Ugye milyen jó, igen, volt, Niki? Csak ennyit mondjál. Jaj, Nikinek se tetszett! Hát Nikinek se tetszett, Boki egyedül maradt! Na várjál! Mindjárt akkor elmondom, akkor Boki, te is láttad, ugye? Igen. Mind a hárman, igen. Dicsérd, légy szíves, dicsérd, mert a Benny gonosz. Szuper, jó, megpróbálom kicsit dicsérni, aztán elmondom a véleményem. Igazából szerintem ezt a filmet nem lehet összehasonlítani a klasszikus rajzfilmmel. Egyetértek. Úgyhogy szerintem szögezzük is le, aki nagy Mulán rajongó, elvárásokkal ne álljon hozzá, mert az eredeti Disney Mulánhoz sok köze nincsen. Egyetértek. Én nem. Hát, hogy most ki fog velem egyetérteni, az mindjárt megint kiderül. Szerintem ez nem egy rossz film. Én az oké kategóriába sorolnám, hát nem ez lesz a kedvenc live action filmem a Disneytől. Ha jól tudom, de nyugodtan cáfoljatok meg, a Disney-s remake-ek listáján jelenleg ez szerepel az utolsó helyen. Oroszlán király is jobban tetszett neked ennél? Ez nem az én listám, de... Ez komolyan, az Oroszlán királyt valaki merte jobba besorolni, mint a Mulán? Hát szakadna ki a szeme a fülein keresztül. Ha az alapján nézem, hogy mennyire sok köze van az eredeti alapanyaghoz, meg tudom érteni, mert tényleg azon kívül, hogy a főszereplőt Mulánnak hívják, semmi köze nincs a meséhez. Hát de Mulánnak hívják, és Kínába játszódik, és körülbelül ez a közös pont. És ennyi. Igen, szerintem is, abszolút. Na de várjál, hogy folytassam egy kicsit, hogy mi nem tetszett. Azt már szerintem arról is beszélgettünk, azt valahogy sikerült megértenem, hogy ugye Mushu a sárkány, vagy például a zenék miért maradtak ki, de azért szerintem egy-két kult jelenetet igazán benne hagyhattak volna, mint például amikor Mulán levágja a haját. Igen, az mondjuk egy ugye? Olyan zseniális jelenet volt, ami megint itt így érthetetlen, hogy kimaradt. Igen. Igen. Akkor ezt én se értettem. Na, a legtöbb szereplő szerintem eléggé semleges. Én néha kíváncsian vártam, hogy kicsit azért megismerjem őket.
Ám valahogy nem látták el őket különösebb személyiséggel. Szerintem ezt így le is zárhatjuk. Amin viszont nem tudok tovább jutni, ha őszinték vagyunk, akkor elmondhatjuk, hogy Mulán ugye a film elején már sikeresen szerelembe esik. Igen. És ez a sztori egyáltalán nem lesz kibontva. Nyilván én megértem, ez nem egy ilyen love story akar lenni, de én ezt azért nagyon hiányoltam, és leginkább ezért sem tetszett például a filmnek a befejezése, ami szerintem konkrétan csak le lett vágva. Jó, letudtuk, itt a vége, ennyi. Én még mindig úgy gondolom, hogy ennyire ragaszkodunk az eredeti Mulán legendához, és nem a Disney rajzfilmhez, akkor igazán vászonra dobhatta volna inkább egy másik stúdió. Mindezek ellenére azért engem sikerült lekötnie 2 órára, ugye ez kicsit hosszabb Igen. film volt. Igen. Sajnálom azért, hogy nálunk például nem kapta meg az esélyt, hogy mozikban is bizonyítson. Ami szerintem még egy jó pont volt, ezt nem tudom, hallottátok, de biztos már bejárta az egész világhálót, hogy a 98-as Mulánnak, tehát a színésznő, aki Mulánnak adta a hangját, Ming Na Wen, nem tudom, lehet rosszul mondom ki. Bocsánat. Aki a Shield-be is játszott. Igen, meg a 2 pasi, meg egy kicsibe is, kb. 2 epizód elején. Azt nem tudom. Ugye kapott egy kamaut a filmben, és a film végén ő vezette fel a Mulánt. Szerintem ez egy aranyos lépés volt, de igazából aki nem olvas utána, vagy nem egy ilyen hatalmas Mulán rajongó, az biztos, hát szerintem meg sem fogja érteni, vagy észre sem veszi ezt a kamaut. Hát igazából ennyi. Mondom, nekem nagy vonalakban azért elmondhatom, hogy tetszett, de egyáltalán nem az volt, amit láttam. Hát akkor nem értünk egyet, pedig benned reménykedtem, de akkor megvádom a Petit, hát ha szerencsém lesz. Nem tudom, én iszonyatosan imádtam, és igen, az tény, hogy ennek az eredeti történethez, ugye amit te is mondtál, Mulán legendájához, sokkal több köze van, mint a Disney rajzfilmhez. Konkrétan mondhatnánk, hogy ez az igazi Mulán, mert aki egy elméletileg létező személy volt, és tényleg megtörtént ez, jó, nem az, hogy legyőzött egy hun sereget, de tényleg belépett egy hadseregbe nőként, az apja helyett, a császár megjutalmazta, és így tovább, de ugyanígy nagyon sok rész volt a Disneyből is, tehát ott a Disneyben is benn volt ez. Nem hunok, hanem zsuán-zsuánok. Jó, oké, tudjátok, hogy mire gondolok, igen, igen. De hogy az eredeti Disneyben is benn volt ez az alapsztori, hogy az apja, hogy a császár kérte, az, akkor a kívülről betörő ellenség ellen kérte a császár segítséget, a Sánta apa nem tudott menni, a lány elszökött, tehát az alapsztori itt is megvolt, de ettől függetlenül való igaz, ez inkább a legendára elsősorban, de én ezt nem hátrányként fogom fel. Szerintem ez brutál jó. Tehát gondoljunk bele, mennyire szar volt, hogy az oroszlán király az egy bele lett másolva. Hát az egy gagyi szar volt. Szerintem annak semmi értelme nem volt, hogy ezt ugyanúgy lemásolják. És így, és főleg azért, mert én nagyon szeretem az ázsiai kultúrát, és most a Disney szerintem iszonyatosan jól tudott a rajzfilmmel, meg az ázsiai kultúra között egyensúlyozni, sőt, nem is egyensúlyozott, mert inkább elment a kínai kultúra fele. Tehát nekem az nagyon tetszett, el is határoztam, hogy most hétvégén, aztán nem jött össze, de majd akkor jövő héten, majd meg is nézek 1-2 régi ilyen kínai filmet, mert ezek nekem iszonyatosan tetszettek. Színészekkel egyébként nekem semmi bajom nem volt, 1-2-t mondjuk Donnie Yent meg Jet Lit nyilván tovább néztem volna, de nekem ezek így bejöttek. A csíbehozatala az szintén nagyon tetszett, a harc jelenetek nagyon tetszettek. Benni, kínai kultúra, tehát most a harc jelenetek? Amikor felfuttak a falon? Igen. Hát igen, ez a Wuxia, ez ugye ezt Wuxiának hívjuk, tehát Tigris és Sárkány, a hős, a repülőtőrök lánya. Ugye ezt a harcmodort, ezt Wuxiának hívják, de most akkor döntsük el, hogy akkor ez egy Wuxia, vagy pedig akkor ez egy Disney remake, vagy pedig akkor ez egy történelmi film. Tehát most nem lehet mind a 3 egyszerre. De most ti azt szerettétek volna, hogy szó szerint így vissza a Mulánt, vagy? Nem. Nem kellett volna szó szerint. Vannak olyan jelenetek, bocs, mondjad, Niki. Ezt a Disney varást hiányoltam belőle, meg amit te is mondasz,
hogy ezek a tipikus kult jelenetek hiányoztak. Nekem egyszerűen az a problémám, hogy tényleg ez egy minden eredetiséget, meg szívet nélkülöző tucatfilm, ami szokás szerint nem értette meg az eredeti darabnak a mondani valóját. Tehát ez a legnagyobb problémám, hogy nem értették meg, hogy miről szól a 98-as Mulán. Tehát a Szépség és a Szörnyeteg legnagyobb problémája is az volt, hogy az eredeti mese mondani valóját nem értették meg a film készítői. Semmi nyoma nem volt benne Bell csodás természetének, nem mutatták be a két fél egymásra találását, egy gicstenger fos lett abból a filmből, és itt ugyanez a problémám. Tehát a Mulán 98-ban egy ilyen régi kínai történetet akart elmesélni Mulánról, a nőről, aki apja és a családja becsülete miatt háborúba megy. A 2020-as Mulán azt mutatja be, hogy girl power! A nők azok ugyanolyan erősek, mint a férfiak, aki pedig nem így gondolja, azt lekardozzuk. Tehát imádtam a Mulánnak a mondani valóját a mesének, hogy egy nő is képes a férfiak világban boldogulni, képes kiegészíteni a férfiakat, hiszen olyan plusz tud adni a férfiak világába, amit mondjuk a férfiakban pont, hogy nincs meg. És erre egy tök jó jelenet volt az, amikor a kiképző táborban Mulán lehozta egy magas oszlopról a nyilat, ami az oszlop tetején volt, és nem lehetett felmászni rá, mert semmi kapaszkodó nem volt a magas oszlopon. Mulán kreatívan, az eszét használva megoldotta a feladatot, ezzel a jelenettel és a filmmel is azt mondják, hogy igen, bár egy nő nem tud olyan erős lenni, mint egy férfi, igenis tud érvényesülni ebben a világban, az eszét használva, mert igenis tud lenni ő is ebbe a férfi világba egy olyan hasznos és fontos harcos, mint bármelyik férfi. Tehát ezzel a jelenettel, a filmmel is azt mutatják meg, hogy amit itt elmondtam. Ehhez képest meg mit kapunk ebben a filmben? Hogy egy kigyúrt bika harcos lesz Mulán, és egyszerűen nem értem. Tehát a mesében feltalálja magát kreatív, okos, értelmes, kiegészítik egymást. Tényleg a férfiak világában is meg tud élni, a saját nőiességét, kreativitását használva. Egy teljesen jól elmondott történet volt az egyenjogúságról, és ennek a fontosságáról, és itt ebben a filmben ennek meg semmi nyoma, mert hogy mondtam, itt tényleg csak girl power, bazd meg. Tehát itt Mulán nem az eszével meg a kreativitásával érvényesül, az oszlop jelenetet kivették teljesen egészen, nehogy már Mulán az eszével nyomja le a katonatársait. Itt valamiért belevitték ezt a Boki által emlegetett csí dolgot, ami kibaszottul idegesítő baromság, mert egy szuperképesség lesz. Nem. Tehát Mulán a csíjét használva, kinyújtott kézzel, felsétál a több 10 kilós vízzel teli vödrökkel, mert a csí olyan erőt ad neki, ami által erősebb, mint a kigyúrt férfiak a csapatban. És emiatt ő mindenkinél erősebb. Ez egy fasság az egész. Megint ott tartunk, hogy látták a jelenetet a mesében, és nem értették meg annak a jelentését, igen, hogy miért van benne. Tehát, és megváltoztatták, és ezáltal meg az egész mondani valója elveszett. Tehát igen, megvan benned a csí, attól még nem fogsz fölemelni egy 10 kilós vödröt, és simán fölsétálni vele, miközben a kigyúrt, nem tudom milyen férfi, meg itt így térdre esve, hogy jaj, nincs meg az erőm, de ott van Mulán, benne a csí, ő sokkal erősebb, mint mi. Hát menjetek a faszomba, nézzétek már meg azt a filmet, hogy miért volt benne az a jelenet. Oké, okay, de nem ez a csí, amit mondasz. Hát az... De ebbe a filmbe ez volt a csí. Használja a csít, egy szuper erő. De miért nem? Nem, az belső erő. Bármilyen belső erőd van, nem lesz a tőle. Tudod, mi az a csí? Boki, ne vicceljünk már, de tényleg, szóval a 40 kilós csaj használja a csíjét, és a, mit tudom én, 40 kilós vödröt kinyújtott kézzel simán fölviszi egy hegyre, miközben a többi férfi meg nem. Nem mondjuk már egyébként, hogy ez a jelenet olyan fantasztikus volt, mert pont az vette el ebből az egészből, ami megvolt az eredeti mesébe. Az, hogy a kreativitást meg minden. Ez oké. Okay. Igen. Ezt én is hiányoltam, de ettől függetlenül nem arról szól a csí, hogy akkor girl power, és akkor fizikailag nyomja le a férfiakat. Akkor miért ezt rakták bele a filmbe? De ezt rakták bele. Nem fizikailag nyomja le a férfiakat, hanem a belső elejével, a belső lelki elejével. De itt nem a belső lelki erejét használta a csínél. Jó, ezt a jelenetet. De akkor is. Figyelj, a mesében Mulán az eszével, a kreativitással, várjál, nem ezt mondom, nem, ez már más, de a mesében az eszével, meg a kreativitásával oldja meg a helyzetet a császár elleni merényletnél. Tehát ott is nem
erőből, hanem az eszével, meg a kreativitással kitalálja, hogy mégis hogy jussanak be, hogyan mentsék meg a császárt. Megint csak azt mutatja meg, hogy igen, ő az eszével, a kreativitásával képes felülmúlni a férfiakat, kiegészíteni az izmos erős kartforgatókat. Itt meg ő egy ilyen szuper vívó kungfu mester, legjobb harcos, aki kinyírja a főgonoszt. Tehát megint csak bosszantó baromság, bosszantó idiotizmus, hogy nem értik, mi miért volt abban a mesében. És akkor beszéljünk arról, hogy belerakták a filmbe egy boszorkány karaktert, aki konkrétan Mystic az X-Menből, és nem vagyok hajlandó máshogy hivatkozni rá, mert ő Mystic. Tehát kész. Mystic gonosz, mert bántsák a nőket, és ő majd megmutassa. De amikor látja, hogy van női egyenjogúság, akkor ő jó lesz. És ez az egész karakter, bazd meg. Ez az egész karaktere. Tehát szörnyű. Na várjál, tehát az azért rakták be a harcművészetet, mert az eredeti Mulán, az igazi, az egy harcművész volt. Tehát ezért rakták az bele. De a mesébe is benn volt a harcművészet, bazd meg. De nem baszom meg, de attól még benne, vagy attól még az eredeti legendába a Mulán az egy harcművész, érted? Tehát ő tanult harcművészetet. A mesébe is harcművész, és ott is tanult harcművészetet. De azért ezt hangsúlyozták, mert a mesébe nem hangsúlyozták egyébként ennyire, de az eredeti legendába sokkal inkább ez hangsúlyos, mint akár az esze vagy a kreativitása. Tehát ezt mondom, hogy az eredeti legendába. A másik meg, hogy a kínai boszorkányok, az szerintem egy icipici régebbi történet, mint a Mystic. Tehát akkor miért nem azt mondjuk, hogy a Mystic másolta a kínai boszorkányokat? Mert ő nem egy kínai boszorkány volt, ő Mystic az X-Menből. Tehát neki a ugyanaz a képessége, mint Mysticnek az X-Menből. Semmi más plusz hozzáadott érték, vagy az, hogy ő neki bármilyen akkor ilyen boszorkány vagy túlvéző, ő Mystic. Tehát most lehet ezt így ízélni, valószínű azért vették meg az X-Men jogokat, hogy belerakassák ebbe a szarba Mysticet. Tehát ez borzasztó. Tehát, és ahogy menjünk csak tovább, mert jobban tetszik, tényleg nem csak ez a probléma, tehát nem tudom, és nem is érdekel, hogy hogy lettek a hunokból zsuán-zsuánok. Egyébként, hogyha így utána olvastam, valószínűleg ez egy északi rokon népség volt, akik Észak-Kínában alapítottak államot, és többször betörtek Kínába, de mennyivel jobb volt már az a hun dolog a mesében? Tehát ez a barbár betörés, millióan sokan vannak, megláttad a mesében, hogy mekkora sereg, és összeszartad magad. Itt a filmben messze nincs meg ez a hatalmas fenyegető tömeg, helyette ilyen árnyék harcosokat hoznak be, akik falon futkároznak, mert rakjuk be a vúsziát is, mert kínai film, és akkor bele kell rakni. Tizen megölnek egy helyőrséget, és tényleg odáig jutottunk, hogy a karakterek, és amit ők akartak, azok sokkal jobban benne vannak a 98-as mesébe, életszerűbb, hihetőbb, jobb az a film. Itt egy ilyen pseudo kínai ninzsák falon futkoznak, és szupererővel harcolnak, és értem, hogy vúszia, láttam a Tigris és a Sárkányt, szerettem azt a filmet, csak az egész Tigris és a Sárkány erre lett felépítve, a vúsziára, elle a kínai mitológiára lett felépítve, ez a film meg minden akart lenni. Egyszerre akart lenni vúszia, egyszerre akart lenni kínai ősi történet, egyszerre akart lenni Mulán mese, minden. És arról ne is beszéljünk, hogy a végén a zsuán-zsuánok főnöke meg akarja ölni a császárt, 999 ezerszer meg is tehetni, de inkább nem, mert érthetetlen. De ezen akadok ki a legkevésbé. És még egy dolog, ami idegesít. Egy csodaszép kínai filmet vártam, amiben megmutatják a régi idők Kínáját. Szép, színes városokat, gyönyörű tájokat vártam. Erre elvitték a filmet ilyen határmenti erődítményekbe, amit kb. Bárhol lehetnének a világon. Kibaszott szegényes a látványvilág, nem kapunk semmit ebből az ősi Kínából, nem látunk ebből a régmúltból semmit. Megvolt, ahogy a sereg beérkezett a császári városba, az megvan a mesébe? Igen. Ezt láttátok? Egy színes forgatag, sok ember, tűzi játék, mennyire szép volt a mesében. Egy élő, lélegző város láttál. Itt egy üres város kapunk, ahol sehol senki. Egy ilyen semmilyen halott város, egy ilyen nem létező, semmi, gagyi valamit. És ez az egész Mulán, ez az egész film, egy üres film, egy olyan film, aminek nincsen lelke, nincsen szíve, és egyszerűen félreértetik azt az egészet, amiről a mese szólni akart. És hogyha nem Disney meseként, Mulán-imént, hanem egy külön filmként néznéd? Az a probléma... Nem csak, hogy akkor tetszene neked szerinted. Tudom, hogy Disney remake, és az a baj vele, hogy ez nem egy jó Disney remake, mert vagy ezt mondod,
De mi lenne, hogyha mondjuk nem lett volna eredeti Mulán? Az a baj, hogy akkor sincsen meg a mondani valója. Tehát akkor is azt látom, hogy megint itt egy film, amiben el akarják azt hitetni, hogy ó, hát hogyha nő akarja, akkor ő ugyanolyan erős tud lenni, mint a két emeletes sziklaizé. Nem, Mulán... 12 évig szolgált a kínai hadseregbe. Igen, 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 12 évig, de biztos, hogy nem úgy szolgált a kínai hadseregbe, hogy ő volt a legerősebb, a legjobb izé. Csinálják meg úgy, hogy szuper kartforgató, vagy a legjobb kungfus, vagy valami. Tehát csak a mesébe is. Valami. A mesébe hát, is. Csak tudhatott valamit a valóságba. De nem azzal van a probléma, hogy nem tudod valamit a valóságba, vagy tudod. Én pont ezt mondom, hogy úgy csinálták meg úgy mutatták be ezt egy mesébe, egy másfél órás mesébe, hogy ott megértetted, hogy igen, ő miért tud a férfiak között is kimagasló lenni, és miért tudja őket lenyomni. Ebbe a filmbe viszont azt láttad, hogy egyszerűen csak azt akarják mutatni, hogy látod, girl power, nők. De nem, ez egy nagyon rossz üzenet, nagyon, és buta üzenet, amit egyszerűen nem értettek meg, hogy a mesébe mit miért csináltak. Engem ez borzasztóan idegesít az, hogy már megint itt így 2021-ben ott járunk, hogy girl power és a csajokat előtérbe toljuk. Pedig egyébként lehetett volna egy ilyen elfogadás, meg egy nemek közötti egyenlőségről szóló film, mint a Mulán volt 1998-ban. Csak valamiért azok közül, a forgatókönyvírók közül, akik összehozták a 98-as mesét, senki nem szerepelt a 2020-asba, nem tudott szólni senki, hogy figyeljetek, azért lenne fontos berakni a hajlevágós jelenetet, figyeljetek, azért lenne fontos berakni az oszlopra feljárós jelenetet. Figyeljetek, azért lenne fontos, hogy Mulán egyébként oda menjen a császárhoz, és így mentse meg, mert nem. Helyette belerakták ezeket a pseudo hülye jeleneteket, aminél egyszerűen fogod a fejedet, és olyan szépen felvezették a mesében Mulán apukájának az életét, és annak a szégyennek az erejét, hogy nincs, ki harcoljon a családjáért. Itt 2 percet kapott, tehát fél órával hosszabb ez a film, mint a mese, és azt kell, hogy mondjam, egy csomó jelenet nincs benne, ami fontos lenne, ami érdekes lenne, amit látnunk kellene, hogy értsük a karaktereket, meg az egész filmet. És ez valahol érthetetlen, hogy úgy érzed, hogy a másfél órás mese hosszabb volt, mint a 2 órás film. Nem tudom, hogy itt a szenvedést, ha mondod, én azt pont láttam, hogy tehát szerintem ott a színészi játék az bőven megmutatta, hogy mennyire szenved. Az egy botlás az többet mondott, mint ha 20 percig láttam volna, hogy jaj, de fáj a lábam, jaj, de fáj a lábam. Tehát az nem kell 20, de pont ez, hogy nem az kell hangsúlyozni, hogy fáj a lábam, fáj a lábam, a mesébe. Az egy tekintet, ahogy ránézett a lányára, az többet mondott, mint hogyha fél óra. Ez a lusta megoldás, nem kell fél óra, pont ezt mondom, hogy a másfél órás mesében pár jelenettel bele tudták rakni ezt a drámát. Én ezt nem láttam, tudták. Láttam a drámát. Nem. Nem. Bocsánat, hát nem tudtam, hogy miközben néztem a filmet, ott voltál a fejemben. Én láttam. Az, hogy te nem láttad, az nem azt jelenti, hogy én nem láttam. Ha nem áll, hogy megmondta, hogy én mit láttam, meg mit nem láttam. Sokkal jobban be volt mutatva a 98-asban az, hogy egyébként miért volt fontos neki, hogy valaki el tudjon menni, az, hogy neki miért szégyen az, hogy nincsen fia, miért szégyen az, hogy nincs, aki harcoljon a családért. Itt igazából csak annyit látom, jaj, megbotlott apa, elmegyek harcolni, én elmegyek. Ott az asztalra, az a jelent, amikor ránézett a lányára, az a jelent, amikor megbotlott, az, amikor rácsapott az asztal, és mondta, hogy én vagyok az apa, ez az én dolgom, és mindenki csöndben legyen, mert én vagyok a család feje. Az például mindent vitt szerintem. Uh-huh. Hát szerintem ez szar volt, de... Hát jó, szerintem meg nem. A másik dolog, ami egyébként még csodálatos, hogy nem tudom, emlékeztek-e a mesében, hogy mégis Mulán hogyan tudott a seregnek segíteni. Tehát elüldözték Mulánt, megmondták neki, hogy innentől kezdve ki van rakva a hadseregből, és szégyenbe kell élni, etc., etc., etc. És a hadsereg meg ugye megindult a császári város felé, Mulán pedig ment utánuk, hogy de hát higgyétek el, hát támadni fognak, hát etc., 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 és nem hittek neki, és úgy voltak vele, hogy igen, te nő vagy, hagyjál minket békén, etc., etc., míg meg nem támadták egyébként a császárt, Mulán pedig közbeavatkozott, és az ügyességével, a tudásával, a bátorságával kivívta a társainak az elismerését, és visszafogadták, és együtt harcoltak vele. Ebbe a filmben mi volt? Kapitány, kapitány, meg akarják ölni a császárt? Nem szeretünk, Mulán, menj innen. De kapitány, léci! Jól van, Mulán, innentől kezdve te vezeted a hadsereget. Mi van? Ezzel sajnos mi a faszom van? Igen. Mi van? Ha emlékszel, amikor mondtam neked, hogy nekem nagyon tetszett ez a film, egy jelenet nem tetszett, erre utaltam. Igen, ez volt az. Nem az, hogy oké, Mulán, gyere, harcolj velünk. Gyere, Mulán, harcolj velünk. Nem, Mulán, innentől kezdve te vezeted a sereget. Mi van?
Azt nem tudtam hova tenni, az igen, nálam ez volt az egyetlen negatívum a filmnek egyébként. Én egy borzasztóan rossz filmet. Tehát itt tényleg szerintem ez egy újabb jele annak, hogy a Disney-re minden fantázia, meg csoda eltűnt, és a legdühítőbb az, amit még egyszer 86-szor elmondok, hogy ennek a filmnek az a legnagyobb problémája, hogy nem értik, miért működhetett a régmúlt csodaszép meséi. Mert ha értenék, akkor ezeket a jeleneteket benhagyták volna. Igen, abszolút, ezzel egyetértek. Amit a Niki mondott, az tök jó, hogy mondta, én ezt el is felejtettem, és amikor eszembe jutott, hát baszki, mi az a jelenet, amikor azt mondod, hogy Mulán? Tehát melyik jelenet jut eszedbe? Amikor fogja az apja karját, és levágja a haját. Tehát ez olyan kult jelenet, baszki, hogy ezt nem belerakni. Tehát úristen, de ez tök jó, hogy mondtad, mert mondom, nekem ez föl se tűnt, meg nem emlékeztem rá, pedig tényleg, akármilyen előzetest vagy izét megnézel, ez az első jelenet, hogy szól az a én erős vagyok, én izé vagyok, és levágja a haját, és igenis én most itt így érthetetlen. Én megmondom őszintén, először úgy voltam vele, hogy jó, hát ez annyira nem rossz, adok rá egy 5-öst, 6-ost, nekem ez lement 4-esre, amikor ez a sok szarság itt előjött, úgyhogy most meg, amit a Niki mondott, mindjárt 3-ast adok rá, úgyhogy ne, maradjon 4-es, de nagyon nem jó. Nekem mondom, iszonyatosan bejött, és én örültem, hogy az eredeti legendából sokat mélytettek, valamint, hogy a kínai kultúra fele jobban közeledtek. A CGI-jal nem voltam megelégedve, meg az az említett jelenet, amit hát egy picit erősebben, de igen, amit te is mondtál, azt leszámítva nálam, ez egy 10/8-as, én nagyon jól éreztem magam, és egyből meg is győzött, hogy a héten kínai filmeket kell néznem. Például a Tigris és a Sárkányt. Benni, ne így el. Ennyire nem rossz a helyzet! Én egy 6-ost adtam rá, de el kell, hogy mondjam, hogy ezt a 6-ost adtam rá, hogy a Disney 98-as klasszikustól abszolút eltekintettem. Igen. Egyébként, Boki, hogyha akarsz egy jó Mulán filmet nézni, akkor a Mulán Rise of a Warrior című kínai 2009-es filmet nézd meg, az egyébként valóban ezeket a ruáni törzseknek a betöréséről szól, és valóban a Mulán legendát dolgozza föl. Ajánlom 2009-es, még egyszer Mulan Rise of the Warrior, egy kínai film. Már írom is be. Ők, a kínaiak így gondolnak a filmre, tehát ez nem egy Walt Disney animációs film, hanem tényleg ez az ő legendájukat mutatja be, kínai rendezőkkel, kínai forgatókönyvírókkal, 2009-ben jelent meg, és egyébként azt mondják, hogy ez a leginkább ilyen Mulánosabb Mulán, igen, köszönöm szépen. Nem egyébként, szépen. Tehát nem vagyok naív, tehát én tisztában vagyok vele, hogy ugye az eredeti Mulánt, a rajzfilmet a kínaiak nagyon nem szerették, pont azért, mert nagyon eltért a legendától, és tudom, hogy a korántsem kevés pénzt hozó kínai piacnak akartak kedvezni, tehát én ezzel tisztában vagyok, csak ezzel nem volt problémám. Igen, az a problémám egyébként, hogy oké, ez inkább közelebb van a 2009-es Mulán filmhez, és hogyha ha tényleg egy ilyen legendát akartak megfilmesíteni, mint ahogy a harcos felemelkedésében, akkor ezt valahogy megértettem volna, csak mellette meg bele akarták szuszakolni a mondani valóját a mesének is, tehát az, hogy igen, egyenjogúság, meg mindent, csak ezt szarul csinálták meg, tehát nem azt láttam, hogy egyenjogúság, és hogy igen, ugyanannyit ér egy nő, mint egy férfi, hanem a nő többet ér, mint a férfi. Tehát ez a hülyeség már megint. Tehát, hogy legelehetett volna ezt csinálni szépen is, és az a durva, hogy én ebbe a filmbe belelátom még így is azt, hogy ez lehetett volna egy jó. Tehát apróságokon múlik, hogy ez a film nálam is nem 10/8. Csak ezek a dühítő apróságok, amik mellett nem tudok elmenni. Egyébként nekem a kikacsintások, az apró kikacsintások is tetszettek. Tehát nem tudom, ugye az rajzfilmbe, tehát ugye igen, tehát ezt megbeszéltük, hogy ez a legendához közelít, de próbált azért a Disneyhez is nyúlni, mármint a rajzfilmhez, és amik ugye volt neki egy szerencsehozó tücske. És igen. Nekem az tücsök, például nagyon, igen, az tücsök, jó pofa volt. És az nekem nagyon tetszett, hogy ott volt a kis köpcös, hogy én is tetszégyen itt csak a mai nap, ott volt a kis köpcös gyerek, és hogy sziasztok, anyám mindig tücsöknek hívott, mert újodán születtem, és azt mondta, hogy én szerencsét hozok. Tehát az nekem nagyon tetszett, hogy így úgymond, tehát hogy igen, hogy ők a legendát akarták, tehát én ezt úgy látom egyébként, hogy ők a legendát akarták megfilmesíteni, de valahogy tisztelegni akartak a rajzfilm előtt is, hát igen, hát ugye ez vagy sikerült, vagy nem, attól függ, hogy kinek hisztek, Beninek, Nikinek, vagy nekem.
Nem, ez tök jó, meg minden, de ha már Disney vagyunk, akkor miért nem lehetett volna egy kicsit hülyebb lenni az hát, eredeti rajzfilmet? Pont ezért, mert Disney és Mickey Egér a pénztárcájában nézett. Tehát pont ez a Disney lényege. De pont, hogy nem lesz sikeresebb ez a film, tehát ahogy nézem pont egyébként... nem lesz sikeres. Igen. Metascore-on lehúzták, nem is tudom, hogy mennyire, de nagyon az... szar értékeléseket kapott, és a Metascore-on mondjuk nem nézői értékelések vannak, mert ugye arról beszéltünk, hogy a nézők a kínai színésznőnek a hongkongiak elleni ellenszenve ilyes, miatt... Ilyes, még nem mondtad, ezt mondd el. Ugye ez a kínai színésznő Twitteren, amikor ezek a hongkongi zavargások voltak, hát mindennek elmondta azért, hogy rohadék hongkongiak, és hogy hajrá karhatalmi erők, verjetek le őket, vagy valami ilyesmiket twitterelt ki, és ezen nyilván fönnakadtak az emberek, ráadásul ugye, ahol ezt a muszlim ujgur kisebbséget átnevelő táborokba, meg különböző ilyen táborokba gyűjtik, és gyilkolázták őket, abba az államba, vagy megyébe, nem tudom, hol forgatták ezt a filmet, és a Disney a film végén köszönetet mondott ennek a fegyveres erőnek, ami igazából tömegével gyilkolja le, és 1 millió muszlimot átnevelő táborokba küldött. Tehát ez itt így kihúzta a gyufát az embereknél, és elkezdték lepontozni a Mulánt, ami nyilván ez az 5,4 szerintem egyébként korrekt, de hogyha a normál néző értékeléseket néznénk, ez nem 5,4 lenne. Hát nem találsz az IMDb-n olyan filmet, aminek az átlaga így 22% adott egyest a filmre, ami nyilván nem egyes, tehát magasabbnak kéne lenni ennek a pontszámnak, de hogyha mondjuk megnézed, mert a szkoron 67% ez a film, tehát ott sem egy erős kezdés, ott sem egy erős értékelés. Ráadásul ugye, ha jól tudom, akkor Rotten Tomatoes-on is csak 75% a film. Mondjuk az nekem nagyon erős már. De hogy a nézők ott is lepontozták 51%-ra. Hát tehát, csak hogyha belegondolsz, ugye a Disney már sokszor nem azt nézi, hogy mondjuk nekünk tetszik-e, vagy Európának, vagy Amerikának, Kínának akarnak, mert ott van a több pénz. A kérdés, hogy mondjuk ott is elmennek-e rá. Tehát, szerintem ott behozza az állat. Meglátjuk. Pont, ha belegondolsz, szerintem Jet Li-t is azért tették be. Itt van a Jet Li. Tehát Jet Li-t is azért tették be szerintem egyébként. Akit csak akkor ismertem föl, mikor elkapta a nyilat. Eskü nem figyeltem föl rá. De Donnie-en fölismertem, ha ez jelent valamit. Hát írjátok meg, hogy ti mit gondoltok a filmről, kivel értetek egyet, Nikivel, vagy a két szélsőséges állásponttal, Bokival, vagy az enyémmel. Meglátjuk, hogy ti mit gondoltok. És miért velem? Igen, igen. Jövő héten 3 filmmel érkezünk, közte egy horrorral is, amit, hogyha minden igaz, Boki megnéz, hiszen az egyik olyan horrorfilmnek a folytatása, amit ő nagyon-nagyon szeretett. Kedvenc zombis filmem. Én nagyon örülök, hogy jön. De nem láttam a mozikba, hozzáteszem. Pár helyen bemutatják, úgy tudom, itt nálunk például Szombathelyen bekerül, de meglátjuk majd. Minden esetre tartsatok velünk a jövő héten is, egyre inkább közeledünk a 100. adáshoz, valami érdekeset majd kitalálunk, és hát, hogyha minden igaz, akkor Nikit a következő pár hétben, hónapban azért sajnos nélkülöznünk kell, úgyhogy jó ideig ez volt neked az utolsó adásod. Hát sajnos, de azért a 100. adáson igyekszem jelen lenni. Helyes, várunk vissza. Mit kértél Hollywoodtól, Benni, mi legyen a 100. adáson? Hú, hát, hogy hadd nézzem meg a Batman, de egyelőre még nem válaszoltak. Na, tartsatok velünk jövő héten is, minden linket megtaláltok a csatolmányok között, ha eddig pedig nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Nagyon örülünk neki egyébként, hogy az előző videónkat, a legjobb szuperhős filmeket ilyen jól fogadtátok. Nem tudom, a top 5 legnézettebb videónk között van több mint 2000 megtekintéssel, úgyhogy azért szuperhősökkel még mindig minden szart el lehet adni, úgy tűnik. Szó szerint. Igen. Na, filmezzetek sokat, találkozunk, sziasztok! Hello! Sziasztok!